Karácsony Gergely és társai elfordultak a magyar emberektől, és hűségesküdtettek a Magyarországot támadó Vera Jurovának és Katarina Barlinak. Így reagált Dajcs Tamás arra, hogy a főpolgármester, illetve 9 baloldali polgármester levélben kérte az uniós vezetőket, hogy a kormány helyett közvetlenül az önkormányzatok kapjanak uniós forrásokat. Levelükben felhívták a figyelmet azokra a visszaélésekre, amelyeket az Európai Csalásellenes Hivatal tárt fel Magyarországon az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban. A Fidesz EP képviselője méltatlannak nevezte, hogy ezért a jelenlegi kormányt hibáztatják, hiszen Magyarország még mindig a 4-es metró beruházás miatt van előkelő helyen az OLAF korrupciós listáján. Amikor ezek a korrupciós és csalási ügyek, ezek a jogállamiságot fenyegető, az uniós és hazai forrásokkal történő visszaélést jelentő ügyek megtörténtek, akkor Budapest főpolgármestere Demszky Gábor volt, az őt támogató pártokat úgy hívták, hogy SZDSZ és MSZP, és egyébként Karácsony Gergely személyében olyan alakokkal veszi körül magát, és ültetett egyébként most 2019-et követően fővárosi pozíció embereket, akik akkor Demszky Gábor keze alatt dolgoztak, és akiknek közvetlen közük volt ehhez a korrupciós ügyhez.